és egy egész napba ágyazunk bele mondjuk a kérdéseket. Tehát reggel mindenki föl kell, elindul iskolába, és ahogy a itt kijövő bátor vállalkozóban is látszik, farmert húz. A teleben ülőknek a többsége is, ha jól látom, farmert visel. Mennyi vizet igényel egy átlagos méretű farmer nadrág előállítása? Ez az első kérdés. Lesznek segítségek, aztán nálam vagy négy választási lehetőség. Tudják olvasni a hátul is, vagy olvassam hangosan? Tudják olvasni. Szerintem menjünk egy kicsit gyorsabban, nem kell hozzá egyáltalán íz, legfeljebb az a pár pohár liter, amit a szobot megisztam. B 20 liter, C 2600 liter, D 125 liter. No, kimérték benne. Szerintem a B. B 20 liter. És a B-re tippelek. 20 liter. Én is a B. Nagy az egység, de sajnos nem találták el a helyes választ. A helyes válasz a C. Bármennyire is meglepő. Ugye első pillanatban nagyon meglepő, de hát mégiscsak, ha belegondolnak, hogy a gyapot az egyik legvízigényesebb növény, akkor nem nehéz belátni, hogy mire a gyapot ültetvény létesítésétől, a gyapot leszedésén át eljutnak odáig, hogy ez a farmer önökhöz kerüljön, és önök aztán felhúzhassák. Addig bizony, hogy meglehetősen sok vizet kell felhasználni. Következő, hát ugye, ha már fölkeltünk és eldöntöttük, hogy iskolába megyünk, nem jelentünk, vagy nem megyünk el inkább valami más hasznosabb foglalkozásra. Hát akkor reggelizni is szoktunk, legalábbis remélem, hogy mindenki reggelizik. Gondolom, ki kell esetleg időtől készít egy csésze teát.